Szép jó napot kívánok, szervusztok, akikkel személyesen is ismerjük egymást. Én a hagyományos médiát fogom ma képviselni, beleértve a print újságot, illetve a, akárhogy is nézzük, a beo.hu is annak számít napjainkban, főleg amikor közösségi médiáról és Web2-ről beszélünk. Nekem körülbelül 30 másodpercem volt, hogy kitaláljam ennek az előadásnak a címét, és körülbelül 20-nál jutott eszembe Andy Warhol, aki a leghíresebb csehszlovákként emlegetnek. Ő mondta ezt a 80-as években. Ekkoriban még nem beszéltünk közösségi médiáról, világfaluról beszéltünk. Talán emlékeznek az idősebbek, a 70-es, 80-as években mondtuk ezt, amikor a kábeltelevíziók, illetve a műholdas sugárzás elterjedt, és ő már vizionálta azt, hogy ezek a médiumok lehetővé teszik a sikert mindenki számára. Azonban ő nem láthatta ezt, és az ő mondása a Neked is jár 15 perc hírnév manapság úgy módosult, hogy nem egy életben egyszer jár, hanem lényegében naponta járhat ez. Egy jól sikerült blog bejegyzéssel, egy jól sikerült Twitter üzenettel, vagy éppen egy Facebookos poszttal, és nem egyszer az életben jár, hanem akár minden nap. Jaj, bocsánat, és 15 perc, ez 3-ra csökken. Ahonnan én jöttem, az gyakorlatilag egy analóg és egy digitális szerkesztőségi modell közösen, azonban itt már csak az egyik végtermék analóg, és az is csak részben, a papírra nyomtatott újság, azonban ennek is az előállítása már digitális eszközökkel történik, digitális módszerekkel, hiszen a szerkesztőség az interneten kommunikál, illetve a gyártóközpont a nyomdával, a szerkesztőség egymással, illetve a gyártóközponttal, és ennek az integrációnak része a beo.hu, amire ugye azt mondjuk, hogy egy web1-es médium, amely csak oda kommunikál. Azonban most már ez sem igaz, hiszen ugyanúgy nekünk is van YouTube csatornánk, Facebook oldalunk 12 ezer követővel, illetve a Twitteren is kommunikálunk az olvasóinkkal, és természetesen elkövetjük azt a hibát, amit a webesek azt mondják, hogy nagy hiba, hogy elsősorban a cikkeinket népszerűsítjük, illetve a történéseinket, de egyre inkább törekszünk arra, hogy önálló tartalmakat csatornázunk ki. Legjobb példa az körülbelül 2 hete volt, amikor néhányan letekertük a Békés Csaba Arad Békés Csaba verseny. Természetesen csak a bringás szekcióban vettünk részt, futni még nem merünk. Itt azt csináltuk, hogy gyakorlatilag önálló 140 karakteres szövegeket kommunikáltunk. A Twitter sajátosságainak megfelelően, tehát hogy vagyok, mit csinálok, hol járok, mit láttam, hogy érzem magam. És ez természetesen nem csak az 500-600 követő látta, hanem kicsatornáztuk a beloldalra, és elméleti síkon több ezer ember. Az előttem szóló Balogh Csaba többször említette, milyen ötletekkel valósítható meg a kultúra, mint termék eladása. Én is találtam egy kiváló példát, egyébként magyarul a 444.hu nevű portál ismertette ezt az esetet. Nem tudom, olvassák ezt az Új Péter által létrehozott új projekt, ami egy kicsit hír oldal, egy kicsit blog. Én úgy látom, hogy a magyar online média egy új csapása, és érdeklődéssel várom a jövőjét. Arról van szó, hogy egy 25 éves fiatalember már életműve van, hiszen könyvben számolt be tapasztalatairól, úgy hívják, hogy Ryan Holiday, és ő gerilla marketinggel foglalkozik. Azt a feladatot kapta, hogy egy csapnivaló filmet adjon el. Ennek a filmnek körülbelül az a címe magyarul, hogy a pokolban nincsen sör, tehát valószínű nem nézné meg senki a közönség soraiból. Ő viszont kitalálta, hogy ugye a Gábor Zsazsai elv alapján, hogy mindegy, hogy mit csak írjanak róla,
és azzal kezdte ezt a gerilla marketing akciót, hogy lefújtak néhány óriás plakátot Los Angelesben, ezt eljutatták kis blogokhoz, majd a vetítések színhelyeire tüntetéseket szerveztek, ahova meghívták a helyi tévécsatornákat, amelyek ugye leadták a híradóban, de a YouTube-ra is kicsatornázták, összejött 8-10 link, amit már el lehetett juttatni a nagy blogoknak. Tehát Amerikában nagy több ezres, vagy több tíz, százezres példányszámok, adott esetben milliós példányszámú, vagy olvasottságú blogok működnek, Huffington Post is, egyebek, és ezzel a felhívással, hogy mindenki erről beszélti, még nem írtatok erről, és akkor nyilvánvaló, hogy az itteni bloggerek is elszégyelték magukat, és elkezdtek vele foglalkozni, és a csúcspont az volt, amikor a hírgyárak is felfigyeltek, a hírügynökségek, nagy csatornák, bulvárlapok, showműsorok, és megvalósult az, amire szerződött a férfi, Ryan Holiday. Igaz, hogy a kassza siker elmaradt, ellenben a cél teljesült, sokan nézték sokan szereztek tudomást erről a projektről. A 444 kiváló szerzője Bede Márton magyar viszonyokra alkalmazta ezt a modellt, és nagyon igaza volt, hiszen bizonyára önök is többször megfigyelték, hogy reggel olvassák a Beolon, esetleg a napilapban. Ha ez kikerül a hírkeresőre, akkor a nagyobb blogok felfigyelnek erre. Vannak olyanok is, amiknek én is tartózkodnék a nevük kimondásától, napival kezdődik, amelyek ebbe a körbe tartoznak, tehát nagyon sok olvasójuk van, viszont nyilván nem minden esetben szalonképesek. Amikor a láncolat további részei, az Index, Origo, HVG, Hír 24, illetve ez már mondhatni a média fősodrának, és a Lánc csúcsán pedig a Blick, Bors, Fókusz, Aktív, stb. Tehát estére már hír lehet egy batonyai esemény ezzel a magyar, ezt a magyar láncolatot veszik figyelembe. Egy másik példa kulturális területről, egy Hegyalja Fesztivál. Két okból is hoztam elő, egyrésztről Békés megyei cég szervezi ezt. Kulturális termékről van szó, és egy icipici részem nekem is van ebben a példában. Egy kis zenét, jaj, túlugrottam. Nem. Segítesz? Igen. Nagyon érzékeny a tapipad, nem az én gépem, és segítesz, közben itt a meglepiket lelőjük. Még egyet vissza. Bocsánat. Tehát arról van szó, hogy a... Nem a fősodorba tartozik ez a fesztivál, és akkor csak ne oda kattints, hanem ugorjunk egyet. És ugye a hölgy nem vetközött le teljesen, és van egy dirty verzió, ami azt jelenti, hogy egy gerilla elemet is beépítettek.
A reklámszakmáról két dolgot kell tudni. Egy, szinte mindig valami olyasmit akarnak eladni neked, amire nincs szükséged. Kettő, nem veled kommunikálnak, hanem a tudatalattiddal. Abban hisznek, hogy kellő méretű és mennyiségű csöccsel mindent el lehet adni. A nyári fesztivált nem szexel kell reklámozni, hanem kultúrával. Ezt a kis csajt meg először is föl kéne öltöztetni, aztán meg visszazavarni az iskolapadba. Igen. Én is ugye a Google Drive-os prezentációt választottam. Így van. Tehát miről van szó? A fesztivál szlogenje igazi fesztivál igazi arcoknak. A dal címe az Igazi arcod, akik szerepelnek sikeres fesztivál arcok, és a gerilla ötlet, ami igazából a hozzáadott érték, Puzsér, mint manapság trendi arc, és egyben önirónia, amit értékel a közönség, hiszen saját magunkat gúnyoljuk ki azzal, hogy megpróbáljuk ezt a szexista irányt beleépíteni. De Puzsér mester rávilágít, hogy helytelenül. A média visszhang hozta a várakozásokat, a nagy zeneblogok rámozdultak, tehát a Lángoló Gitárok, Recorder, Quark.hu és egyebek, a dalt a Petőfi játsza, és a Kreatív.hu, ami a gyakorlatilag a reklámszakma első számú médiuma, részletesen írt a forgatásról, sőt, verkfilmet is lehet megtekinteni. A YouTube-on pedig közel 200 ezer lejátszásnál tart ez a videó, ami magyar viszonyok közt jó. Jónak számít, igaz, nem Majka, és nem is Gangnam Style, de mennyire jó. És akkor egy hirtelen váltással, ez egy látogatottsági lista egy héttel ezelőttről, május 30-áról, ez a beol.hu, egy 24 órán belüli leglátogatottabb cikkeinek a listája. Nem tudom, hogy erre számítottak, vagy másra. Kicsit tanulmányozzánk. Nem tudom, ilyesmire számítottak, vagy más összetételbe? Saras eső. Saras eső esett. Egyébként a mi kocsink is olyan volt, úgyhogy igaz. De hát... Ebből a nagyon jó példázza a lista, hogy mire mozdul 2013-ban a média, amely ugye gazdasági vállalkozás, tehát nyilván a látogatottság alapján jön a reklám, és a látogatottság az első számú elvárás a tulajdonosok részéről, meg hát az olvasók is. Szórakoztató és érdekes dolgokat szeretnének olvasni. Tehát mindenképpen extrém esemény történés legyen az, amire kattintanak tulajdonképpen. Ebbe beleértjük ebben a felsorásban a bűnügyi híreket, a közlekedési baleseteket és az egyéb. Ugye az ügyságíróiskolában is azt tanítják, hogy nem az a hír, ha a kutya megharapja a postást, hanem a postás alapja meg a kutyát. Sok embert közvetlenül érintő információ, ezt nem kell magyarázni, mint ahogy a többi részét sem. A kibeszéletlen megoldatlan társadalmi problémák manapság már nem annyira, ez 2006-7 után jött, amikor olyan témák kerültek előtérbe, amelyekről addig nem beszéltünk, nem is nevesíteném ezeket, szerintem mindenki tudja, visszakanyarodunk egy kicsit ennek szellemében a felsoroláshoz.
Tehát a többség láthatóan az extrém események kapcsolódik. Találunk ugye erotikus dolgot, hogy a sztereotípiák ellen küzd a gyulai rúdtáncoktató, de a kibeszéleten társadalmi probléma is ott van alul, az elítélt orvos miatt bírálta a Fidesz Pecsert, tehát az orvosi műhiba is ez az eset arról szól, amikor egy szentesi nőgyógyászt letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, mert tehát ez precedens értékű volt, és ebből Békés megyében is közéleti ügy lett. Ezek fényében próbáltam összeszedni azt, hogy mivel lehet felkelteni a média érdeklődését egy akár közművelődési intézménynek, akár civil szervezetnek, ahhoz, hogy bekerüljön ebbe a fősodorba. Tehát nyilvánvalóan, aki ismer egy újságírót, annak könnyebb felhívni. Úgy is lehet, hogy exkluzív információkat csepegtetünk, tehát amikor kicsit kiemeltebben kezeljük azt, akit jobban szeretünk, vagy jobban számítunk az ottani megjelenésre, tehát esetleg a művész öltözőjébe beengedjük, vagy egyéb módon tudunk ezzel élni, ezzel a lehetőséggel. Érdekes programok szervezése, ezzel nem azt értem, hogy érdemes programokat tessék csinálni, és majd írunk róla, hanem különböző kísérő performanceket, illetve gerilla akciókat. Például a Jókai Színház nagyon ügyesen csinálta több alkalommal, hogy egy-egy nagyobb előadása előtt különböző kitelepüléseket vitt a teátrum elé, és kvázi becsalogatta a közösséget az előadásra. Illetve a nagy érdeklődése számot tartó ügyek mellé állni, tehát amikor bejelentjük, hogy ennek a rendezvénynek az 5%-át állatvédelemre, gyermekegészségügyre és egyéb célokra fordítjuk. Erre nyilvánvalóan az esemény iránt kevésbé érdeklődő médium is felfigyelhet, hiszen ezek olyan közügyek, ami több olvasó érdeklődésére tarthat számot. És amiben például a Békési Kulturális Központ nagyon jó és profi, szakszerű sajtóanyagok, közlemények gyártása, és ez nem azért van, mert az újságíró egy lusta állat, aki kopizni szeret kizárólag, hanem azért van, mert túlterhelt és sokkal könnyebb egy jó szöveggel dolgoznia, mint egy kevésbé jó szöveggel. Egy jó sajtóanyag mindenképpen beszédes, informatív legyen, adott esetben provokatív, de nem okozhat csalódást. Bizonyára önök is találkoztak az interneten, főleg a hírkeresőn a különböző borzasztó címekkel. Az én kedvencem, amikor arról szólt a cikk, hogy hatalmas tökenőt a férfinak, de kiderült, hogy csak a kertben. Tehát, és ugye ez a bulvárfogyasztók az ilyenre azonnal automatikusan, viszont soha többé nem megy vissza arra az oldalra, mert csalódik, hiszen átverték. A lead az alapvetően tartalmazza a hír, tehát legyen egy hír, a szöveg pedig egy piramis, fordított piramis szerűen legyen kibontva. Egyébként visszautalva szerintem a mi címeink se találkoztak olyannal, ami átverős. Erre nagyon ügyelünk, viszont elvárjuk a közérdeklődésre számot tartó címet a szerkesztőinktől. Néhány tipp sajtóanyag készítéséhez, akár civileknek, akár intézményi kommunikátoroknak. Tehát a hivatali nyelvezetet kerülni, ez természetesen nem a közművelődési szférára vonatkozik elsősorban, hanem a jogi és kapcsolódó területre. Kedvencem minden a telefonálást úgy fogalmazzák meg, hogy hívást fogadatosított készüléken. Tehát nyilván ez nem való olvasó elé. Tüntessünk fel kontaktszemélyt, tehát hogyha valakit mégis jobban érdekel, akkor azonnal tudja hívni, és legyen olyan ember, aki bővebb információt ad. Ne PDF formátumot használjunk, ez visszautalás arra, hogy lusta állatok vagyunk, és nem
a PDF-ből a legnehezebb kinyerni egy szöveget, és akkor természetesen célszerű alkalmazni kiegészítőket is. Fotó, fotogaléria, videó, nyilván lehetőség szerint nem csatolva, hanem föltöltve egy megosztó helyre, nyilván ez a YouTube elsősorban, és ezt, ennek a linkjét elküldeni a térképekről szó esett, hogy mennyire hasznosak. Ez nyilvánvaló nem a, az anya intézményben történt rendezvényre, rendezvénynél hasznos, hanem egy kitelepülésnél, vagy egy ilyen mobil eseménynél, tehát amikor vagy felvonulást csinálunk, vagy egyéb több helyszínes programot, és egyéb linkek, háttérinformációk is segíthetik az újságíró, illetve az olvasó dolgát. És én most kérdezem meg, hogy van-e kérdésük e témakörben. Bármilyen. Akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha mobiljukkal befényképezik a, tehát a megfelelő okostelefonnal, akkor megkapják ezt az adatot, és kereshetnek minket bármikor, bármivel. Köszönöm.